kivételes alkalomkor, amikor T. Horváth Éva kiállításának megnyitója alkalmából gyűltünk össze. Megkérem Novotny Tihamér urat, hogy nyissa meg a kiállítást. Lenetek tünetek. Mi az a látvány elem, mi az az alapbenyomás T. Horváth Éva kiállításán, ami az embert először valósággal szemen és virtuális értelemben karon ragadja, és mint egy semmiből a felbukkanó váratlan kérő, örvénylő vizuális önkívületi tázba rántja, s viszi magával a frissen képződő asszociációk és emlékhelyzetek vehemens világába. Ez a semmiből előbukkanó váratlan kérő maga az expresszív anyaghasználat. Tudnélik itt minden képi festői elem, az anyagok konkrét és halmozott, és egyben felfokozottan heves és nyers, és átszemélyesítetten átértelmezett nyelvén beszél. Minden más vizuális elem, a rajz, a vonal, a halványabb színfolt, jószerivel csak illedelmes, járulékos kiegészítője a tobzódó materiális jelenlétnek. A művésznő reliefszerű anyagképeit látva, a nézőt valószínűleg ellepik azok a filmkollásszerű emlékrétegek, amelyek például egy mángorlóval csapkodott nedves ruhadarabról, egy sárba ragadt cipőről, valami lötty által nyakon öntött kabátról, átizzadt lepedőről, nyálfoltos párnáról, véres ingújról, törött lábra tekert gipszes gézről szólnak. Mert itt az anyag minden, a matéria a mindenható. Például a talált tárt képében, amelyhez valami különös oknál fogva ragaszkodik az emlékezet. A térszituáció képzetében, amelyet gonddal beazonosítani, rekonstruálni kell. Az időpont mátrixában, amelyet homályosan vagy precízen, de meghatározni szükséges. A képlékeny folyamatábra reinkarnációjában, amely valamilyen okról és okozatról mesél nekünk látványos történeteket. A meglepő átminősülés, átlényegülés imaginációjában, a színeváltozás szertartásában, amelyről álmodni, és amelyre még csak számítani se igen lehetett. De itt vannak a művészet történetből merített ismereteink is. Az avantgárd és neoavantgárd művészet körülbelül egy évszázados példatárából szinte csak asszociációszerűen, már ami a fogyasztói társadalommal keletkező anyagi valóság folytonos betolakodását, szurrogátumszerű beszüremkedését jelenti a modern művészetben. A dadaista Kurt Schwitters Mersz művészete után itt van például Claes Oldenburg, a Popart egyik fene gyereke, aki többek között ilyen sorokat írt Hitvallásom című kiáltványában 1969-ben. Hitvallásom az a művészet, amely meghempeleg a hétköznapok mocskában, és mégis győztesen kerül ki belőle. Hitvallásom az a művészet, amely a való élettől nyeri alapját, amely tekereg és terjeszkedik, halmozódik, fröcsög, amely vaskos és durva, nyers és kedves és ostoba, mint maga az élet. És az úgynevezett előzmények és előképek sorában emlegethetnénk például a francia informel festészet egyik képviselőjét, Jean Dubuffet, a nyers, a csiszolatlan, a durva művészet, azaz az art brut műfajának és fogalmának megalkotóját, vagy a tasizmus és az újrealizmus protagonistáit. Ez utóbbiak többek között olyan fogalmakat, technikákat és médiumokat vezettek be a modern művészetbe, mint az akkumuláció, felhalmozás, ampakettás, csomagolás, asszamblás, a táblaképet 3D-ben dimenziósra alakító tárgyösszeállítás és a kombinált festmény. Az 1960-as, 70-es években megjelenő Art de Povera mesterei pedig kifejezetten olyan művészetet kívántak művelni, amely a magas művészettől idegen, értéktelen anyagokból, anyaghalmozokból, tárgyi töredékekből épül fel,
cementből, földből, filcből, gumiból, újságpapírból, etc. A szegény és a szegényes jelző tehát nem az alkotások művészi értékére, hanem a felhasznált nyersanyagokra vonatkozott. Természetesen az expresszív anyaghasználatot előnyben részesítő képzőművészek közül nagyon karakteres magyar példákat is lehet említeni. Egészen konkrétan Frey Krisztián Kombiné című képét 1966-ból, Konkol Gyula Szent József a gyermek Jézussal című tábláját 1967-ből, vagy Artoriai Sándor sugár meghajtású koporsó kék leopárddal fágtató rongy képében című opuszát 1979-ből. Mindhárom mű jellegzetessége, hogy valamilyen ruha vagy rony darabot, illetve darabokat alkalmaz két építő elemeként. Mert hogy történetesen T. Horváth Évánál is ezt tapasztaljuk. Ő ugyanis minden a keze ügyébe kerülő papírfeszlin, kartondobozon és bordázott hullámpapíron túl előszeretettel afrikál ruhadarabokat képeire. Mi több, ezekkel az előzetesen ragasztó és kötőanyagokkal lágyított és átitatott, és esetleg más töltelékanyagokkal ízlalt és elfedett matériákkal alakítja, idézőjelben festi, síkpasztikává, háromdimenziós reliefé alakított táblaképeit és doboztárgyait. Az ő képépítő programja, házpolitikája azonban talán nem is az avantgárd és neovangárd művészet előbb vázolt nyomvonalain haladva, hanem egy általa nagyra tisztelt mester, Fischer Ernő művészet szemléletén és képépítő technikáján nevelkedve, hosszú fejlődés úton kristályozódott ki és vált önállóvá. Tudnélik Fischer Ernő festészetének egyik alapvonása volt az anyagszerű háttér, a rétegesen kialakított, izgalmas, bár olykor dekoratív, informel és tasisztikus felület és az expresszív vagy konstruktív felépítésű, gesztusszerű rajzi elem ütköztetése, illetve a két megjelenés szimbiózisba, harmóniába kényszerítése. T. Horváth Éva festészete azonban fokozatosan egyre inkább kiemelkedett a térben. Képeinek, doboztárgyainak kulcs szereplőivé váltak az elsősorban expresszív módon kollásszerűen használt, lágy vagy lágyítható, ragasztható, applikálható eserékanyagok. Ő tehát mindig a nagy egészből, amelyben az indító szándék munkálkodik, majd a frissen keletkező részletekből, ahol meg már a véletlen uralkodik, származtatja a képet. Magyarán a kéz gesztusokkal összegyúrt, összeragasztott és összekényszerített hulladék anyagokat, amelyek a képek és objektek nagy alaptömegeit és struktúráit adják és határozzák meg, később a felületi asszociációk mentén festék és rajzi eszközök segítségével, mint egy az ösztönös automatizmus aprólékos útján haladva tovább alakítja. T. Horváth Éva le is írt esztétikai programja tehát így fest. Idézem őt, az anyagok találkozása, ütköztetése, harmóniává oldása, a nemtelen anyagok felragyogtatása a valamivé válás során. Az esendőség, a csúnyaság, szépségi varázsolása. Ez a munkálkodási módszer és technika azonban, amelynek egyik fő veszélye éppen a túl esztétizálásban rejlett, már a szembeötlő módon leegyszerűsödött. A valamiköré árnyalatosan gazdag, sok-sok transzparenciával is rendelkező járalékos színek jószerivel a fehérre, feketére és pirosra redukálódtak, és esetenként azok szegényes változataiban, például angolvörösbe, barnába, illetve a szószoros értelmében vett alkalmazott anyagok anyagszíneibe költöztek. Ezáltal mintegy megnőttek a domborműszerű expresszív képtárgyak rituális tartalmai és jelentései, illetve felerősödtek azok drámai funkciói és üzenetei, amelyek az egyes műtárgyakban, mint az emlékezés funkcióit is működésbe hozva, a személyes lélekszituációk,
hely, idő és cselekmény mikroeseményeiben realizálódnak. Ugyanis ezeknek a képtárgyaknak nem csak hogy viszonyuk van a külső és belső térrel, a kinti és a benti világgal, a személyes és a kollektív kis és nagy történésekkel, az idő processzusával és az emlékezés töredezettségével, illetve a kiszámíthatatlan asszociációs hullámveréseivel és egyberezgéseivel, de önálló valóságuk is az esztétikai és erkölcsi teremtődésben. Köszönöm, én ennyit szerettem volna elmondani. Ezt kérem szépen egy alternatív Kossuth díj. Mózes Katitól kaptam, aki nagy festő, és egy nagy gegmen is egyben.